Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket a ma esti lelátóban. A műsor első felében, illetve nagy részében futunk, méghozzá maratoni távot teljesítünk. Köszöntöm a stúdióban Dobi Krisztát és Lippai Zoltánt, New Yorki hősöket, hiszen teljesítettétek a New Yorki maratont, ami egy óriási dolog. Kriszta, te esetedben, hogyha jól fogalmazok, egy 10 éves álom vált valóra, ugye? Na, először is akkor, hogy jutottatok ki New Yorkba, hiszen egy ilyen maratonra a nevezés maga is egy nagyon bonyolult dolog, tehát nem egy egyszerű történet. Tehát ahogy említetted, ez valóban egy 10 éves álom, most nyilván ezt akkor időben egy nagy szervezés előzte meg. Évekkel ezelőtt már próbáltunk tájékozódni, hogy hogyan lehet egyáltalán ide eljutni, és azt hiszem, hogy az egyik, talán a frankfurti maratonon találkoztunk a Maraton Expo-n, olyan utazási irodákkal, akik ezzel foglalkoznak, hogy maratonra utaztatnak szerte a világban, és konkrétan fölkerestünk egy német utazási irodát, és elmondtuk nekik, hogy mi szeretnénk eljutni a New York maratonra, illetve láttuk is, hogy hirdetik. És rögtön rá akartak beszélni, hogy akkor na, abba az évben már menjünk, és mondtuk, hogy nem, mert nekünk egy konkrét dátumhoz kötődik ez a nagy alkalom, és akkor így a 2016-ot céloztuk meg. Ugye hát, hogyha dátumokról beszélünk, ez november 6-án volt, ugye igen, maga a futás, és neked egy kerek szép évforduló születésnapi ajándék volt, hogyha lehet így fogalmazni. Így van. Tehát ezt a család, teljes családi összefogásból született a dolog, illetve már a gyermekeim is megígérték annó 10 éve, hogy ők addigra már biztos kereső képesek lesznek, és valamilyen szinten ezt majd megtámogatják, de hát nyilván a családi költségvetésből is rendesen hozzá kellett nyúlni. Ami még pluszban most az ő ajándékuk volt, hogy kaptunk hozzá, ha már ott vagyunk, és ugye ilyen rendkívüli alkalommal használjuk ki, hogy egy helikopteres városnézést is kaptunk hozzá. Úgyhogy ez volt a plusz gratis. Meg hát egy 42 kilométeres távot azért hát az utána. Na még akkor az előzményekre mindenképpen, ugye Kriszta említette, hogy a utazás így történt, hogy irodán keresztül, de azt tudni kell, hogy lett volna még másik két lehetőség, csak ugye az egyik az bizonytalan, a másik az meg nem volt teljesítve. Van ez a 5 legnagyobb futóverseny, és a legnagyobb ez a New Yorki, és itt 3 féle módon lehet kijutni. Az egyik az, hogy befizetsz egy bizonyos összeget és kisorsolnak. Mondjuk annyi van a szervezők részére, hogyha 3-szor elveszíted az összeget, akkor 4-szerre már engednek. A másik lehetőség az, hogy teljesítesz egy bizonyos szintidőt, ami meg van határozva férfiakra, nőkre, minden kategóriára, és 1 éven belül ezt te teljesítetted. És hát a harmadik, hogy ilyen az utazási irodáknak van megfelelő kvótájuk. Hát nekünk ez ilyet, hogy ez az, ami biztos, hogy mind a ketten ki tudunk jutni, mert például a Berlinbe is próbáltuk az utóbbi években, hogy simán csak jelentkezünk, de egyikünk kijutott, a másik nem, hát akkor az igen, meg ez a sorsolás szeszélye, ugye azt tegyük igen, hozzá. Igen. Akkor még mindig az utazás, az se volt zöggenőmentes, hiszen ha jól emlékszem, Londonba lekéstétek a csatlakozást. Igen, hát az az igazság, hogy mi azt szerint néztük ki a repülőjegyet, amit felajánlott a jegymester, vagy ez a British Airways, mert ugyan a utazási iroda azt mondta, hogy ők elintézik, de hát ők Münchenből indultak, nekünk az meg fölösleges lett volna. És hát volt jó 3 óránk az átszállásig, de késve indult a gépünk, akkor ott nem engedtek leszállni. Úgyhogy mondták, hogy már ne is próbáljunk a fokozott biztonsági ellenőrzésen átmenni, hanem egyből kérjük átsorsolni a jegyünket. Hát ez azt jelentette, hogy körülbelül 2,5 órával egy későbbi gépen mentünk, ami természetesen azt eredményezte, hogy ez egyik csomagunk eltűnt, mert nem került át. Igen. És hát amit másnapra később, meg lehet. Másnapra igen, a szállodába kiküldték. Úgyhogy hát ilyesmi előfordul, hát túlságosan nagy ez a Heathrow-i repülőtér, úgyhogy meg hát az ellenőrzés tényleg nagyon komoly. Igen, hát arról még beszélünk itt ugye a biztonsági dolgokról, hiszen a bostoni maraton óta itt ez fokozott, de még a versenyre indulás is kalandos volt, én úgy tudom, hogy ott meg lerobbant a
csoportotokat szállító busz az autópályán? Igen, tehát az utazási irodának ez is profilja, hogy akkor a versenyre szállítást szervezi, és jött értünk egy busz, azt megtöltöttük ezzel a körülbelül 40 fő volt abban a hotelban maratonra utazó, és hát egy autópályán haladtunk, és akkor elkezdett füstölni a busz, de mondták, hogy semmi probléma, 10 perc múlva ott a következő, most az körülbelül fél óra lett az a 10 perc, és ez azt eredményezte, hogy Zoli majdnem lekéste a rajtját, ugyanis majd erről akkor gondolom, hogy kicsit részletesebben is, mert nagyon érdekes, hogy milyen idősávok vannak, vagy hogy kell odaérkezni. Tehát a lényeg az, hogy ő azt az időpontot, amikor a csomagját le kellett volna adni, azt már lekéste, és majdnem azt is lekéste, amikor az ő rajt zónája zár. Uh-huh. Igen, mert azt tudni kell, ugye, hogy itt több mint 52 000 értek célba, ti azt mondtátok, igen. De ennél többen indultak. Igen. Tehát legalább egy 55 000 ember kellett itt azért koordinálni, és akkor hát beszéljünk arról, hogy hogy történik a rajt. Ugye a csomagokat már említetted, beszéltünk a biztonságról, igen. Hogy egy átlátszó nájlomba, vagy nem tudom, miben egy motozáson mentek igen. keresztül, igen. És utána kezdődik még csak maga akkor a ceremónia. Igen, tehát a beléptetési ceremónia. Aha. Az és akkor hogy van az érdekes. Indítás, mert az ennyi embert koordinálni az egy borzasztó nagy kihívás. Hát 5 csoportra lett azt hiszem meghatározva. Nem mindenki, tehát 4 csoport indul onnan, ahonnan mi is indultunk, és egy a profi nők, azok meg teljesen külön indulnak, sőt előbb is indulnak. Ez pont azért, mert rögtön az útnál egy hidon keresztül kell átmenni, ami azért elég bonyolult, és meg van határozva, hogy milyen időközönként indulhatsz. Én az első csoporttal indultam, amiben a profi férfiak voltak, meg a 3 óra 30 percen belül teljesített. Az idő alapján osztják. Így van, és azt meg kellett adni, az is egy éven belül, hogy te miért, és le is ellenőrizték, hogy hol futottad. És a mi startunkon keresztül, vagy ott is 5 különböző zónákból indultunk, tehát azt el kellett foglalni már 50 perccel előtte, és le is zárták, tehát oda már nem lehetett belépni. De hát jellemző, hogy amikor én először indultam, tehát én az első csoportban voltam, de nekem is a start után körülbelül, amikor előtték a rajtot, 2,5 perccel értem a célvonalhoz, tehát... Rajtvonalhoz, az indulás. Rajtvonalhoz. És akkor még a többiek jöttek utánatok sorba. Aha. Olvastam ugye az útvonal is, hogy igen. Nagyon szép volt, nagyon jó helyeken. Itt említettétek az előbb, hogy hullámvasút volt, igen. Tehát akkor szintkülönbségek voltak benne rendesen, meg te mondtad, hogy hidak is. Igen, tehát azt hiszem, hogy ez volt a 40. olyan New York maraton, amit átvezetnek az 5 város részen. Uh-huh. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy ugye elvisznek vagy hajóval, vagy busszal lehet megközelíteni a rajterületet, ez a Staten Island, ott volt a rajt, utána a hídon keresztül átfutottunk, ezen a Verrazzano-Navarro hídon átfutottunk, ez az a nagyon hosszú híd, ezen átfutottunk Brooklynba, és akkor Brooklynban volt talán a leghosszabb táv, amit ott futottunk, utána átértünk Bronxba, utána Queensbe, és akkor végül is Manhattanben fejeztük be. Uh-huh. Tehát Manhattanben is elég hosszan vezetett, és ugye hát a nagyon látványos a Central Park, ahol maga a cél. Fantasztikus volt. Ott még part is volt, vagy illetve ott egy ilyen zsámboliszerű. Igen, valami, az egyébként előző nap volt, tehát ez a pasta parti előző nap van, ez egy ilyen ráhangolása. Aha, ott már futók így a közszél, meg gyülekeznek. Igen, ott is csak futók, ott is csak biztonsági ellenőrzésen keresztül lehetett bejutni. Tehát ott is. Az egész szervezést, meg szervezettséget ez jellemezte, uh-huh. Hogy nagyon-nagyon vigyáztak ránk. Hát meg te említetted, azt hiszem, hogy ha jól olvastam, hogy ez nem is
maratoni futás futó fesztivál. Tehát itt, ahogy mondta te is, hogy Bronxon keresztül, nem tudom, hogy zenekarok játszottak az útszélén, meg végigállták az emberek. Tehát akkor itt egy óriási hangulat lehetett. Úgy tűnik, hogy itt ez a New Yorki maraton egyrészt, hogy az egyik legnagyobb, meg azt hiszem nekik is engedélyezik, hogy a legtöbben induljanak. Hozzá kell tenni, hogy ki tudják szolgálni ezt a rengeteg embert. De úgy vettük észre, hogy a New Yorkiak ebbe abszolút az üzletet látják, és örülnek, hogy oda elmész, és szinte megköszönik, hogy te ott voltál. Tehát például nekünk nagyon meglepődtek, mikor kérdezték, hogy honnan jöttük, és akkor azt kérdezték, hogy itt élő magyarok vagyunk, vagy eljöttük, mikor mondtuk, hogy eljöttük, hát akkor megköszönték, hogy ilyen messziről eljött. És úgy van, azt hiszem, a New Yorki maratonnál, hogy ez nagyon sok ilyen híresség, színész, vagy politikus, hogy ez egy kihívás, tehát ők is elindulnak. Pont ezért van az, hogy engedik nekik, hogy nincs igazán szintidő, tehát 8 órán végén is beengedik az embereket. És ráadásul hát ugye a pólót is látom, hogy egy ilyen póló, illetve hát hoztatok haza emlékérmet, ami minden maratonra jellemző, azt megmutathatnánk. Azért nagyon szép egyébként, tehát egy nagyon komoly kis oda. Nagyon díszes darabja lesz a gyűjteménynek. A kamerába, Kriszti, esetleg, hogyha rá tudunk. Azaz. Nagyon szép kis érem, és te hozt egy dobozzal, most azt nem tudjuk mindent megmutatni, ugye az összes versenyen, amit eddig részt vettetek, ott kaptatok ilyet, majd erről mindenképpen beszélünk még, de még azért maradjunk New York, mert ugye mondtad az időeredményt, hogy 8 óra, hogyha jól emlékszem, tehát hogy nagyon tág teret adtak. Hát ez az abszolút amatőröknek ez tényleg azért igen, jó. Viszont ti ennél sokkal jobb időt mentetek. Te olyan 2000 környéki befutó. 2200-edik lettem. Hát az nagyon szép, az óriási. Uh-huh. Azt tudom, hogy te sérülésre hát küzdöttél, vagy még most is talán. Sajnos most köszöntött be ez a sérülés, pedig nem futóbetegség, jellemző. Sarok. De ennyi teljesítés után még soha nem volt, és most. Most így alakult, aztán hát azért az nem merült fel, hogy nem indulok el, ennek ellenére, hogy azért első lépéstől fájt. Hát alárendeltem a látványt, meg a hangulatát a versenynek. És lehet ilyenkor élvezni egyébként magát a látványt? Én, ugye, én mindig tudom. Tudtok figyelni a külvilágra? Nem? Aha. Hát ugye most külön futottatok, hát ez egyértelmű, mindig, már csak kategóriában kifolyólag, meg hát mindig. Kerestek ilyenkor valakit, vagy ott a tömegben volt társ, akivel mondjuk egyforma tempót, és akkor közösen még beszélgetni nagyon nem lehet azért, hát én nem szoktam indulni, általában az időeredmény alapján elől indulok. Ez náluk úgy látszik, hogy ez ilyen profi, idézőjelben profi teljesítménynek, inkább azt mondanám, hogy a jó amatőr. Ott nem nagyon szoktunk beszélgetni, ott körülbelül ugyanazok vannak a kezdettől, hát hol valakinél előbb jön a holdpont, és akkor lelassít, de mi ott nem nagyon szoktunk beszélgetni. Én megvallom őszintén, hogy én nézelődni se szoktam, én általában... El vagy magaddal foglalva. Hát én 20 éve pulzusra edzek, meg futok, úgyhogy én körülbelül tudom, hogy mikor milyennel kell, úgyhogy mindig azt ellenőrzöm, úgyhogy én nem szoktam nézelődni. De azt tudom, hogy utána azért volt egy kis időtök nézelődni, talán 2 nap városnézés, akkor le se szálltatok talán a városnéző buszról. Igen, előtte, maraton előtte volt, igen, és nagyon örülünk, hogy ezt a lehetőséget választottuk, mert ott szembesültünk vele, hogy milyen iszonyat méretek, távolságok vannak. Tehát lehetetlen lett volna ennyi idő alatt New Yorknak a nevezetességeit megismerni, de így fantasztikus lehetőség volt ez. Akkor az utat is, vagy a pályát is föl tudtátok egy kicsit deríteni. Igen, igen, tehát mindenütt előre ugye jelezve volt, és ami érdekesség, hogy ugye ezeken a városnéző buszokon van egy idegenvezető, és mindenki említette és mutatta, hogy itt lesz holnap vagy holnap után a maraton. Tehát tényleg náluk ez egy kicsit ilyen státuszszimbóluma is a városnak. Tehát, hogy, tehát ez a New York maraton az oda áramló tömeg miatt is, meg egyáltalán szerintem a verseny múltja miatt is. Akkor ezzel most teljesült tényleg egy nagy álom. És azért beszéljünk arról is, hogy nem ez az első ilyen nagyszabású futóversenyetek ugye szerte a világban, de hát leginkább Európára korlátozódott ez eddig. Hogy hol voltatok?
Hát nekem az első ilyen nagy versenyem az 2004-ben volt Prágában, és hát hosszú lesz, de azért felsoroljuk, majd kiegészíted, jó Zoli. Tehát olyan nehéz már úgy sorba szedni, de azt hiszem Prága után jött Párizs, akkor Amsterdamban jártunk, Kopenhágában, Dublinban, Madridban, Rómában. Három német város. Hamburg. Frankfurt, Hamburg és Berlin. Barcelonában már két ízben, az nagyon, nagyon tetszett. Isztambul? Isztambulban voltunk tavaly ősszel. Az is egy egész más világ. Éves szinten kettő versenyre korlátozódik ez a kaland, vagy hogy csináljátok? Tehát nekem a maraton az kettő, tehát egy őszi és egy tavaszi. Ha úgy alakul, hogy nyáron valamilyen kis ilyen hegyi futással ki tudjuk egészíteni, mert az Oli ott edzőtáborozik az Ironmanre készül, és akkor ott valahol a hegyekben ott el szoktunk indulni. Hát ha már megérkeztünk, mert ugye azt kérdeztem volna, én tudom, hogy az Olinak nagy szerelme a triatlon, amit műsor előtt még érdeklődtem is, hogy most teljesen akkor átpártol csak maraton, de hát mondtad, hogy szó sincs róla. Ugye a te 58 maratoni távodban beszámít az a 21 Ironman-es maratoni táv is. Az is egy hivatalosan kimért táv, úgyhogy igen, hát a hosszú távú triatlont csinálom most már, 21-et értem célba. Hogy teljesítettem, azt évente egyet szoktam csinálni, és nekem a legelső maratonom, azt itt most néztük meg, 1989-ben volt itt, akkor még Ibus maratonként hívták, és hát ezeken kívül, amit itt a Kriszti sorolt, én többször voltam itt Magyarországon, Bécsbe kétszer voltam, Duisburgba, meg Monakóba, voltam még, ami ilyen más helyekre szoktunk elmenni. Hát ugye van egy úgynevezett ötös csoport, ami most már hatos, hogy a világ legnagyobb maratonjai, és ebből kettő van Európában, ugye a berlini és a londoni, hát a berlinin már ugye voltunk, és akkor van még a Boston, Chicago, New York, az már New York megvolt, úgyhogy most azon gondolkodunk, hogy ezeket meg kéne csinálni, hogyha pénztárca meg ilyen engedi, illetve hát most már fővették a Tokióit is hatodiknak, hogy ilyen nagy versenyek az közül. Azért így is remélt, a célok akkor itt megvannak. Hát igen. Akkor mi a következő terv, mondjuk a jövő tavaszi, vagy? Hát már kinéztük. Igen, Svédországban, Stockholmot néztük tavasszal, ősszel pedig nagyon régóta szeretnék, az olasz versenyeket szeretem Firenzében. Aha, az is csodálatos. Igen. És az 5 éves terv meg mondjuk egy Tokió maraton. Hát most ugye a 20. születésnapodra kaptad ezt, igen. Akkor megyünk így 5 évent, akkor még bőven belefér. Mikor kezdted egyébként ezt a hosszú távfutást? Hát a hosszú távfutást 20 éve kezdtem. Tehát a sport és a futás az nem állt távol tőlem soha. Hát azt, igen, tudja, igen. Tanár igen, tehát az közel állt, és érdekes, tehát ahogy az embernek úgy szaporodnak az évei, úgy szaporodnak a távok, tehát vagy a táv hossza. Tehát ugye már nem annyira dinamikus, inkább kitartó, és akkor így elkezdett nőni a táv, és azt hiszem 20 éve volt, hogy először fél maratont futottam, és rá majdnem 10 évre akkor elkezdtem a maratoni távokat. És akkor ez a cél, ez most, amit mondtatok, hogy ez a 7 nagy, ha jól emlékszem, tehát a 7 legnagyobb, összesen 6, még 5 van vissza. Jó, hát a tervek akkor megvannak mindenképpen. Tervek vannak. Hát te mondtad, hogy te az őskorban kezdted el ugye a futást, úgyhogy az már nagyon régre nyúlik vissza. Hát emlékszem, szerintem már 20 éve is beszélgettünk, riportot csináltam veled még Trianon verseny kapcsán. De a Paksi Futóklub, ti abban is részt vesztek, illetve te részt veszel hosszú évek óta. Most mondtad itt a műsor előtt, hogy egy kicsit így hanyagolod, mert időben nem tudod beosztani, nem fér bele, de létezik. Igen, tehát a Futóklub 94-ben alakult, és azóta is működik. Hát sokan ugye már nem laknak Pakson közülük,
Tehát már azt mondom, hogy szűkült az a mag, de azért van egy kitartó mag, aki most is keresi egymás társaságát és együtt fut. Ha megkeresnek, hogy menjünk együtt valahová, vagy egy váltóba, akkor nagyon szívesen. Mind a Balaton körül, ugye? Igen, tehát 2 éve a Balatont körbefutottuk 5 lányok, igen jó eredménye, tehát ilyenben nagyon szívesen. Hát sajnos az edzés még úgy is nehéz összehangolni, hogy Zolival együtt tudjunk elmenni. Tehát körülbelül kinek, amikor ideje van, akkor futócipő és megy edzeni. Tehát nagyon nehéz így már több emberhez igazodni, de nem szakadtunk el se a futástól, se a klub. Ketten szoktatok egyébként így együtt edzeni, vagy nagyrészt úgy ketten edzetek, vagy külön? Általában külön edzünk, mivel másokat nem. Amikor ilyen hétvégi hosszú futás van, akkor szoktuk, mert mit tudom én, hogy akkor fő szoktunk menni 25-30 vagy akár 35 kilométerig, és akkor hát egy darabig megyünk, vagy én vissza szoktam futni, vagy egyszerre indulunk, aztán majd valamikor visszaérkezünk, de nem a legjobb, tehát egy futónak jobb, ha gyorsabban megy, de viszont a gyorsabbnak nem mindig jó. Uh-huh. Tehát ezt be kell iktatni, hogy milyen edzést akarsz csinálni. Úgyhogy mind a ketten elvégeztük az edzői, de saját magunknak használjuk fel. Saját magatok edzői vagytok. Még annyi eszembe jutott, hát a munkahely, kollégák mit szólnak ehhez? Büszkék rátok? Hogy tolerálják? Hát én úgy érzem, hogy büszkék, legalábbis a visszajelzések azok, ugye nálunk elég sportos a iskolavezetés. Igen, tehát tényleg mondhatom, hogy tehát melletted állnak, mert ugye itt azért is. Szabadság, egyebek itt igen, azért igyekszünk, tehát mondjuk rám különösen igaz, hogy azért olyan versenyeket választok, ami valamelyik szünetre esik, vagy egy hosszú hétvégére. Most például őszi szünet volt, tehát ez véletlenül így jött ki, de tényleg csak egy napot kellett így az iskolából hiányoznom. Tehát azért ez alapvető szempont, hogy most ebbe azért ne legyen a kollégáknak rossz, hogy engem helyettesíteni kell. Hát nálatok könnyebben meg lehet talán oldani. Igen, nálam is a közvetlen kollégák tudják, hogy én ilyen vagyok, járok, sőt mindig kérdezik, hogy mikor megyünk. Hát nálunk ugye jóval nagyobb a létszám, azt lehet, hogy van, aki nem is tudja, hogy bár azt veszem észre, hogy most egyre azt többen futnak, tehát most egy kicsit divat lett ez a futás. Mondjuk ez jó, mert régen, mikor én elkezdtem, akkor még sokan azt mondták, hogy miért futsz meg ilyen, de hát ugye jobban rájönnek az emberek, hogy muszáj valamilyen egészségmegőrzést, és hát tulajdonképpen a futás, ha nem is azt mondom, hogy a legolcsóbb, főleg így, hogyha ilyen utazásokkal, de az, ami legjobban elérhető, meg mindig lehet végezni. Úgyhogy hát azért ez jó is, hogy így van. Egyedül én szerintem arra kell vigyázni az embereknek, hogy én is most már hát jó 30-valahány éve futok ilyen hosszúakat, és sokat futok, hogy hát azért vigyáznia kell az egészségére, tehát észre kell csinálni, szerintem. Ennél jobb végszó nem is kell, úgyhogy ezt javasoljuk mindenkinek, hogy bátran menjenek. Nem mindjárt maratoni távval kell kezdeni természetesen, de föl lehet építeni azért hosszú évek alatt. Köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást, aztán sok sikert akkor a következő versenyre is. Köszönjük szépen. Egy-egyes döntetlent játszott a Paksi FC OTP Bankligában szereplő labdarúgó csapat hazai pályán a Budapest Honvéd ellen. Csertői Aurél egylete a Fehérvár Üti stadionban, továbbra is veretlen. A Gárda 16 forduló után a 10. helyen áll a tabellán. A tabella 4. helyén álló és jó formában lévő Budapest Honvéd látogatott a Fehérvár Üti stadionba az OTP Bankliga 16. játéknapján. A Paksi FC labdarúgó csapata a Ferencváros idegenbeli skalpja után próbált tovább távolodni a kieső zónától. A találkozón a 7. perc legvégén Szabó János közeli találatával megszerezte a vezetést a PFC, jól kezdtek tehát a csertői tanítványok. A folytatásban kisebb helyzetek következtek, de inkább mezőnyjáték zajlott a gyepen. A 42. percben Koltai egyéni villanása után is maradt az 1-0, mert erős lövése fölé szállt. De nem maradt ennyi az állás a fél időig, mert 2 minútummal később egyenlített a Honvéd.
Egy oldalszabadrúgás után Szabó János fején változtatott irányt a labda, amely végül a bal alsó sarokban kötött ki. Jól kezdtük a mérkőzést, megszereztük a vezetést. Sajnos ez, nem tudom, én szerintem egy kétes szituáció volt, mert a Szabi előtt csinált egy lövőmozdulatot, srác, nem tudom, hogy le sem volt, én úgy érzem, hogy igen, nem tudom. A második 45 perc is hazai lehetőséggel kezdődött. Koltai lövése centikkel kerülte el a vendégkaput. 5 perccel később Hidi próbálkozott a távolból, a mellé tartó labdát Kemenes paskolta még kijjebb. A 87. percben Prosser hagyott ki helyzetet, így maradt a döntetlen. A végeredmény Paksi FC Budapesti Honvéd 1-1. Megszereztük a vezetést, utána egy elkerülhető gólt kaptunk, tehát elég szerencsétlenek vagyunk ebbe, de hát ez nem játszik. Körülményekhez képest rengeteg lehetőséget szalasztottunk el, de bár nagyon masszívan védekezik a Honvéd, tehát azt tudjuk, hogy egy jó csapat. Hát sajnos nem igen tudunk nyerni hazai pályán, hát több gólt kell rúgni, illetve nullára nem nagyon tudunk hozni meccset. Természetesen lehet döntetlent játszani Pakson, de rengeteg helyzetet elrontottunk. A hazai vezetés után, ahogyan arra számítani lehetett, a Paks visszaállt a saját térfelére. Kontrákkal próbált operálni, mi pedig nem tudtuk kihasználni a lehetőségeket, azaz a felállt védelemmel szemben gólt szerezni. Pimasság, agresszivitás kellett volna még, de remélem folytatjuk majd a jó szereplést a bajnokságban. A Paksi FC következő fordulóban a Diósgyőr ellen idegenben lép pályára. Az összecsapást november 26-án szombaton 15:30-kor rendezik, melyet az M4 Sport Televízió élőben közvetít. 105-87-re kikapott az atomerőműves férfi M1-es kosárlabda csapat a Szolnokon. A paksiak az első fél időben még jól tartották magukat, végül 18 pontos vereséget szenvedtek. Az ASE két győzelemmel és 6 vereséggel a tabela 11. helyén áll jelen pillanatban. A regnáló bajnok otthonában Szolnokon a Tiszaligetben lépett pályára az atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapata. Mindkét gárda jobb szezon kezdetről álmodott, ezért küzdelmes meccsre volt kilátás. Az ex-paksi kontingens tagjai közül Vojvoda, Eilingsfeld és Barnes is dresszt húzott az ASE ellen, Tóth Ádám sérülés miatt nem játszott. Szamenasz révén jól kezdett a Paks, 3 triplát is bevágott a litván, majd Hill és Gilbert is betalált a távolból. Az olaj ettől függetlenül szorgosan gyűjtögette pontjait, Borisov és Vojvoda kosaraival a hajrában átvette a vezetést is, sőt 11 egységgel nyerte a nyitó etapot az Ivkovics gárda. A folytatásban tovább robogtak a piros-feketék, majd mínusz 16 után éledezni kezdett az atom. 10-0-ás rohammal jelentkezett a Petrauskas csapat, így ismét szoros lett az összecsapás. A félidő Morse büntetőivel ért véget, a nagy szünetben 53-49 állt a táblán. A térfélcserét követően 13-3-mal indított a Szolnok, innentől azonban már végig kontrollálta a meccset a vendéglátó. Hiába dobta be 5. tripláját is Szamenasz, az ASE nem tudott közelebb férkőzni. Vojvoda és Eilingsfeld volt a vezér a szolnokiaknál, a záró felvonás 79-64-ről kezdődött. Melyben sok izgalom már nem maradt, a hazaiak magabiztosan tartották tetemes előnyüket, végül a 100. pontnak is tapsolhatott a tiszaligeti publikum. A végeredmény Szolnoki Olaj KK, atomerőmű ESE 105-87. Az első fél időben nagyon sok 3 pontost kaptunk, 49 pontot kaptunk az első fél időben, az nagyon sok. Másodikban kicsit szigorítottunk a védekezésünkön, ott megtalálták ugye a belső embereket, és könnyű kosárra sikerült nekik dobniuk. Gratulálok az egész csapatnak, jól küzdöttünk, megyünk tovább előre. Nagyon szépen küzdöttünk egész meccsen, és végre a munka, amit több hónapja elkezdtünk, kezd beérni, és mindenki kezdi érteni az edzőnknek a szemléletét, és kezdünk csapatként játszani. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk, és ha így folytatjuk, akkor okozhatunk még meglepetéseket is. Az atomerőműes a következő fordulóban, december 3-án szombaton a Szeged csapatát fogadja. A mérkőzést a Paksi Televízióban 17:30-tól másnap felvételről láthatják majd. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért a mai lelátóba, jövő héten Faller Gábor kollégám várja majd önöket a képernyők elé. Viszontlátásra, jó estét kívánok!